Fodor Gábor, a liberálisok elnöke, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt mondta Orbán Viktor, hogy ez egy új rendszerváltás, amiben az elmúlt 4 évben mi itt élünk. Volt egy, meg most van még egy. Egyes kommentárok meg azt kérdezik, hogy akkor ez most egy hova vezető rendszerváltás. Hogy látja ezt az utat? Hát szerintem nem érdemes állandóan rendszerváltásról beszélni. Ez kicsit olyan, ugye, mint amikor mindig farkast kiáltunk, és aztán nem érkezik meg. Szóval látni kell azt, hogy a rendszerváltás mégiscsak az volt, amikor az egypárti diktatúrából többpárti demokrácia lettünk, amikor tervgazdaságból piacgazdasággá váltunk. Tehát azt misztifikálni, hogy közben egy kormányváltás egyúttal rendszerváltást jelent, szerintem nem szabad. No, abban viszont kétségtelen, hogy jelentős változást hozott az Orbán kormány, hogy elkezdte lebontani a demokratikus értékeket, és elkezdett szembe menni a nyugati orientáltságával az országnak, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a piacgazdaság alapintézményeit is megtámadta. Tehát e tekintetben az alapokat kezdi ki. Na de azért még nem mentünk vissza a pártállam, és nem mentünk vissza a tervutasításos rendszernek. Hát Bajnai Gordon tegnap azt mondta, és ezek szerint ő érteni véli, hogy mire gondolt Orbán Viktor, hogy szerinte egy posztkommunista utódállamot épít Orbán Viktor, egy Orbánisztánt, ahogy ő fogalmazott. Igen, hát ebben van igazság, sokan megfogalmazzák ezt, ugye én is többször beszéltem erről, hogy valójában Orbán Viktor retorikában a kommunisták ellen harcol, és érdemes felfigyelnünk arra, hogy lényegében amit kommunizmusnak nevezünk, tehát azt, hogy egy párt uralja a politikai rendszert, és nincs igazi verseny, tehát piac a gazdaságban, azt tulajdonképpen ő hozza vissza, ez kétségtelen. Nem mondanám azt, hogy ez még az, de ebbe az irányba megyünk. Ugye nagyon szép szimbólum ennek az egész történetnek, és ezt szeretném itt is megemlíteni, hogy szerintem számomra azt kell mondjam, hogy érzelmileg is felkavaró volt, amikor talán egy hete, két hete történt az, amikor a Fidesz vezetői azt mondták, hogy a rendszerváltás hőse Posgai Imre. Sőt, Lázár János odáig ment, hogy azt fogalmazta meg, hogy ő rettentesen sajnálja, hogy az első köztársasági elnök nem Posgai Imre lett, és milyen kár, hogy Göncz Árpád lett az. Szerintem ebben minden benne van. Tehát én, aki a liberális Fidesz alapítója voltam, aki annak idején a kommunista egypártrendszer ellen együtt harcoltam a Fideszben egyébként Orbán Viktorral, Kövér Lászlóval és még néhányakkal, akik ott vannak alapítóként. Hát én világosan emlékszem rá, hogy Posgai Imre is egyébként természetesen elismerve a maga történelmi érdemeit, de mégiscsak a pártállam képviselője volt, aki ellen harcoltunk. A négy igenes népszavazásban az összes demokratikus erő, a Fidesz és az SZDSZ karöltve haladt előre azért, hogy megakadályozza Posgai köztársasági elnökségét. Nagyon súlyos állapotban vannak az egykori harcostársai, ma még a Fideszben lévő alapítók, vagy pedig pontosan tudják és emlékeznek ugyanarra, amire ön. Ha viszont így van, akkor minek kell nekik Posgai Imre? Mire jó nekik Posgai Imre? Arra, hogy ugye azt kell látnunk az orbáni politikában, hogy lényegében ez egy baloldali politika sok tekintetben, mondjuk ezt mi liberálisok. Tehát de ez Posgai Imre jelenléte inkább terheli, mint segíti. Nem egészen. A kádárizmus valóban vissza akarja hozni Orbán Viktor, mert ő ráérzett arra, és itt megint egy zárójeles megjegyzést hagyd tegyek, sokan gondolják azt, hogy jaj, van egy csúnya politikai elitje ennek az országnak. Erről szólnak ezek a szerintem teljesen megalapozatlan és ostoba és rendkívül káros megállapítások, hogy ilyen rossz volt a rendszerváltás, olyan rossz volt, így elhibáztuk, úgy elhibáztuk. Ez nem igaz egyébként, ugye ez Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc is rendszeresen beleesik ebbe a hibába szerintem. Ez nem igaz, a rendszerváltás Magyarországon abszolút sikeres volt, a Magyarország a régió legsikeresebb országa volt az első 10 évében a rendszerváltásnak, az úgynevezett posztkommunista, tehát az egykori szovjet birodalom által uralt és befolyásolt országok közül mi voltunk a legsikeresebbek, de a 2000-es évek elején a populista politika térnyeréseként elrontott. Na de Gyurcsánynak abban sincs igaza, hogy van itt egy nosztalgia a kádárizmussal szemben? De igaza van, de ezzel a nosztalgiával szemben fel kell venni a harcot. De az a nosztalgia az mégiscsak azt mutatja, hogy az elmúlt 20 év nem volt, vagy 25 nem volt annyira nagyon sikeres. Tehát, hogyha a korábbira vágyom igazán, akkor nem vagyok elégedett a mostanival. A politikusoknak az a dolga szerintem, hogy egyfelől megérezzék természetesen, amit az emberek gondolnak, de azt nem szolgáljan kell követni. Illetve egy politikus megteheti egy államférfinek, pedig az a dolga, hogy befolyásolja az emberek gondolkodását. Mondját tudja, hogy mit gondolnak, de ha azt gondolja, hogy szerinte az a hazája számára nem jó út, amin mennek, tegyen azért, hogy más irányba menjen. Tehát, hogyha az ember 20 év alatt nem tudja megtanítani sem a körülötte lévő embereket, a közvetlen családtagjait sem másokat arra, hogy bizonyos kérdésekben másként viselkedjenek. Azt természetesen lehet egy adottság, de abból még nem kell levonni azt a következtetést, hogy ez reménytelen ez a helyzet. Tehát szerintem igen, a kádárizmussal szemben mi a kádárizmus, tehát az egy személyi vezető feltétlen tisztelete. Ülünk a langymelegben, ugye a kádárizmusnak volt egy megegyezés, hogy nem foglalkozunk politikával, azt ráhagyjuk a politikai elitre, csak hagyjanak minket egy picit élni. Tehát ezt az elvtelen kompromisszum
gondolkodásmódok világát. Még ha látjuk is, hogy ez van Magyarországon, van is erre igény, ez ellen harcolni kell és tenni kell. És szerintem ilyen értelemben itt kanyarodnék vissza, Orbán Viktor ezt hozza vissza. Tehát ő baloldali retorika, rezsicsökkentés, ugye amit látunk. Például egyértelműen baloldali retorika, ezzel fognak szerintem a kampányba előjönni. Baloldali üzenetek. Növelése, családi adókedvezmények, ezek voltak a irányok, amiket elmondott a beszédében. Leöntve egy kis antikommunista szószal, ami végtelenül hamis, erre utaltam előbb, teljesen hiteltelen szerintem, és ezt illik tudni az embereknek. Tehát azok az emberek, akik annak idején harcoltak a kommunista rendszer ellen, most ennek a legszebb példája van, a Pozsgai visszahozzák őket, és ők beszélnek arról, hogy harcolni kell a kommunizmus ellen, és ne is, most menjünk most abba bele, hogy vegyük végig mondjuk a Fidesz kormány jelenlegi tisztségviselőit, hogy voltak-e MSZNP tagok, vagy sem annak idején. Ha már ez olyan probléma, mert nekem egyébként nem probléma, de nekik az ezek szerint, és mégis ott ülnek a kollégák velük egy kormányban és mögöttük. Tehát szerintem ez egy annyira hamis világ, hogy borzasztó. Tehát ezzel kell szembenézni. A hazudozás soha nem jó, az mindig valami gyanús dolgot akar. Tehát szerintem ez egy rossz út, tévút, az elmúlt években is láttuk ezt, de hát az évértékelőben kicsúcsosodott, hogy nem is szabad abba reménykedni, hogy majd, ha ne adj Isten, a Fidesz nyerne, persze én mindent megteszek azért, hogy ez ne így legyen, de ne adj Isten, ők nyernének, akkor mire lehet számítani? Még rosszabbra, ami eddig volt. Na de hát ebben a helyzetben mi liberálisok például csak azt tudjuk tenni, hogy ma például Bodnár Zoltánnal, aki a gazdasági szakértőnk, egy igazi gazdasági csúcsmenedzser, a Magyar Nemzeti Bank volt alelnöke, Szibal elnök, tartunk sajtótájékoztatót arról a gazdasági kérdésekről, erről, és beszéljünk nyíltan egyértelműen a számok nyelvén, hogy mi az, ami nem igaz abból, ami a Fidesz politikája. Tehát mi a liberálisok részéről igyekszünk mindent megtenni azért, hogy tisztán lássunk. Közben akartam szólni, de szóljon közben. De nem, ez szerintem így volt kerek. Orbán Viktor azonnali döntését várják a liberálisok a szabadságtéri emlékmű ügyében, ezt közleményben fogalmazták meg, de hát döntött. Még hogyha nem is válaszoltam a Zsésznek, ami szintén egyfajta utalás egy döntésre, de hát épp az évértékelőjében mondta, hogy azt gondolják, hogy nem is tudom pontosan, hogy fogalmazott, hogy honnan veszik a bátorságot, hogy megmondják, hogyan emlékezzünk. Igen. Hát ez egyfajta üzenet, egy válasz. Egyfajta döntés, de azért világosan még azért nem mondta meg senki se, hogy mi lesz. Hát az emlékművet kétségtelenül el kellene kezdeni építeni, ha ők ezt meg. De az nem még világos csinálni. Válasz, hogy múlt kedre ígért egy reakciót arra, hogy Komozsész mit fogalmazott meg, és azóta egy mukkot nem szól. Pontosan ez az, amit mi ebbe a közleménybe és ebben a levélben kértünk, tehát ami bejárta, hála Istennek, a magyar sajtót is. Tehát a Magyar Liberális Párt azért állt ki, hogy végre most már Orbán Viktor beszéljen világosan. Hát az elmúlt hét ugye arról szólt, hogy megy Kínába, előtte dönt, nem, utána dönt, majd ha hazajön, akkor dönt. Akkor válaszol a Mazsihisz levelére. Lázár János találkozik, után lesz döntés. Lázár János előtt találkozik, és előtte lesz döntés. Tehát már minden volt, már csak döntés nem. Tehát ez szerintem megint felháborító. A magyar holokauszttal szembenézni, ugye a holokauszt évfordulóján, 70. évfordulóján ezt csinálni, ami ebben az országban van, az szégyen, ugyanis nem győzöm hangsúlyozni, ez nem a magyar zsidóságról szól, ez mindenkiről szól, aki ennek az országnak a polgára, vallástól függetlenül, és hovatartozástól függetlenül, nemzeti identitástól függetlenül. Ez a magyarok ügye, ez elsősorban a keresztények ügye, azoknak, akiknek van elszámolni valójuk, abban a kérdésben, hogy nem viselkedtek az elődeik becsületesen, tisztességesen, az alapvető emberi értékeknek megfelelően. Ez egy közös ügyünk, a hazánk becsületéről van szó, hogy nézünk szembe a holokausztal. Hát meg egyéni emlékeink lehetnek különbözők egy bizonyos dologról, egy társadalmi emlékezet, az a tényekre kellene, hogy emlékezzen és persze támaszkodjon. Az nem a bátorság függvény, hogy valaki megmondja, hogy mire is hogyan emlékezzünk. Persze, hát, mik a tények? És egyébként ez ügyben természetesen nyilván a történészeknek van komoly dolga, megjegyzem, minden történész, vagy minden általam ismert komoly és mérvadó történész fel van háborodva azon, amit Szakály Sándor mondott, és joggal kifogásol a Mazsihisz, ami az emlékmű körül van, hiszen ez az emlékmű egy történelmi tévedésre épül, azt a látszatot próbálja kelteni, mintha Magyarország nem lett volna felelős igazából a holokausztért, hanem azért a német megszállókat terhelni a felelősség. Nem véletlen, hogy a német kisebbségi önkormányzat is tiltakozott ez ellen. És itt van egyébként a Sorsokháza, ahol szerintem egyébként lehetne kompromisszumot kötni. Ha a miniszterelnök kellően bölcs, akkor itt fogja megtalálni a kompromisszumot, remélem, mert független attól, hogy mi harcolunk egymással, azért a hazánknak csak az az érdeke, hogy már megint ne üljünk ki a nemzetközi szégyenpadra ebben az ügyben. Már ültünk eleget az elmúlt időszakban, az elmúlt három év lényegében csak erről szólt. Ebben a kérdésben aztán már különösen, ami egy abszolút fontos erkölcsi kérdés, tehát találjanak már valami kompromisszumot, ez elsősorban a kormányon múlik, mert Mazsihisz szerintem bátran és tisztességesen viselkedett. Hát szerintem nem csak nemzetközi kérdés, nekünk itt házon belül is bizonyos kompromisszumokat meg kéne tudnunk a saját békénkért is kötni. Így van. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Én köszönöm, hogy itt lettem.